Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Legyen Ön is Milliómos, a tét ma este is 40 millió forint. Sziasztok, sziasztok kedves emberek, én Dombi vagyok, és ez itt a Legyen Ön is Milliómos gameplay 12. adása, hogyha jól számolom. Így hát itt az ideje folytatni a Legyen Ön is Milliómost, kis kihagyás után, de itt is lennénk, úgyhogy ugyebár tudjátok, hogy a másfél milliót sikerült egy adás alatt kétszer is megszerezni, de az már nem fér bele az időbe a 3 millió forintos kérdés, úgyhogy innen fogjuk folytatni, úgyhogy. Köszönöm szépen! Na nézzük! Melyik Wagner operába csendül fel a tűzvarázs? Melyik Wagner operába csendült fel a tűzvarázs? Majdnem összekevertem a... majdnem azt énekeltem el, hogy tűzvarázsló. Mondjuk szívesen elénekelném, hogy tűzvarázsló, szemeddel éges el. Éges el, ha nem gegy el. Hát nem tudom, hogy... De hát én nem tudom. Az a baj, hogy én Hozier, hogy én nem vagyok jobban ebben az operákkal. Ne is mondjon csacsiságokat, de inkább azt mondanám, hogy tűzvarázs. Hát csak tippelni tudok, a Rajna kincse. Vagy három. Valkür. Hát nem mindig, de most ebben jól megszívtam. Jól van. Na de se baj. Jó. Az, hogy ezzel a műsoridőt elpazarlom, elfecsegem, de... De másfél millió megint megvan, úgyhogy... Köszönöm szépen! Az biztos, megúr, az biztos! Az alapjaiak közül melyik ehető? Kroket, kriket, kokot, zsakett. A kriket az a... az a sport. A kroket? Tényleg? Ízes kérdés. Oké. Hogyan nevezzük a nem eredeti állapotukba fennmaradt sérült műalkotásokat? Torzó. Torzió, torti. A torti az egy étel. Mi a címe Fenyő Miklós musicalinek? Hotel Mentor? Bő. Hotel Mentor. Hát igen, az volt. Két személyesített meg Gerard Depardieu az 1492 a Paradicsom meghódítása című Kolumbuszt. Kolumbuszt játszott el, mert 1492-ben fedezték fel Amerikát. Nézzük a 100 000-es kérdést. Hány perc egy fertályóra? Fertályóra? Bazd meg. Fertályóra. Fogalmam sincs. Nem tudom. Hát nem. Most. Nem tudom mennyi egy fertályóra. Hány perc. Ó, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a közönségtől. Nézzük a két... Mindig itt szoktam elbukni. Mindig itt. Kiknek nem készített naplót Mészáros Márta fémjeinek címe szerint? Mészáros Márta. Nem ismerem ezt a... Na, örülök neki. A szerelmeinek az volt... Én szerintem ez 7-es általános iskola. De...
Nem, mióta hetedikes? Mi miért? Mit repült át a világon elsőként Louis Blériot 1909-ben? Louis Blériot, de hogyha mondani kellene, akkor a La Manche csatornát, de felezzünk. Nem, telefon. Telefonáljunk először, telefonáljunk. A La Manche csatornát tippeli, de elmegyünk egy kis szünetre, úgyhogy alig kezdődött el az adás, de egy pár perc szünet is folytatódik, ha legyen ön is milliómos! Folytatódik a Legyen Ön is milliómos. Így hát most a telefonos segítséget használtam föl, és az volt a kérdés, hogy mit repült át a világon elsőként Louis Blériot 1909-ben, és a telefonos segítségben azt mondta, hogy a La Manche csatornát, úgyhogy én megjelölöm a D-t, mert én is arra gondoltam, hogy a La Manche csatornát repült át. Igen, gondoltam, hogy a La Manche csatornát repült át. Melyik magyar város nevezték Bodrogparti Athénnak? Bodrogparti Athén. Nem vagyok. Bodrog... Mi volt a kérdés? Bodrogparti Athén. Hát igen. Nem kell megkérdezni, nem kell visszakérdezni, vágúr. Nem kell. Nézzük. Oké, eddig jó. Mit hozott létre Tesedik Sámuel szarvason? Várjunk, Tesedik Sámuel... Azt hiszem tanítóképző egyetemet. Bázd meg mezőgazdasági iskolát! Kurva életbe! Basszus, akkor mivel kevertem össze? Kezdjük előre. Laza. Na nézzük azt a laza 5000 forintosat. Melyik egy péksütemény elnevezése? Szakadt zsemle, lezserlinszer, topis pukta, vagy rongyos kifli? Hát meg vagyunk, rongyos kifli. Amíg 5 perc az adásidőben. Melyiket kelesztik? Taste a feeling. Melyik a Kanasta nevű kártyajátékban használt kifejezés? Fagyasztás. Örülök neki. Melyik ruhadarab szerepel Gogol 1842-es ismert novellájának címében? Nem? Köpönnyeg. Késő, mindenki söreg. Első, után köpönnyeg. Melyik kosárlabda csapatba kezdte NBA-beli szereplése Dávid Kornél? Honnan tudjam? Gyerekek, 100 000-es kérdésnél ilyet feltenni? Jaj, baszkikám. Basszus. Pff, fogalmam sincs. Orlando Magic, Chicago Bulls. Hát ez az. De hogyha mondani kell, Chicago Bulls. Chicago Bulls. Megvan a 100 000. Ennyi. Közöm nincs a kosárlabdához, de
nagyjából tudom, hogy mit kell csinálni. Vagy még mit kell csinálni ott, ott a játékban. Hány király uralkodó Mátyás névem Magyarországon? Tehát, hogy hány Mátyás? Tehát, hogy hány Mátyás nevű uralkodó volt Magyarországon? Hát csak Mátyás király volt, hogyha jól tudom. Felezzünk. Jaj. Üha. Jajjaj. Tehát, hogy hány Mátyás? Szerintem kettő volt. Nem vagyok, az a baj, hogy én nem vagyok ebbe biztos, és azért gondoltam, hogy... most vagy három, vagy kettő. Azért, most azért használom el kettő segítséget. Jó, kettő már. Jó, jó, most ugrott le. Most esett le. Most esett le. 300 ezer. Mikből áll egy számítógép szoftvere? Szoftver, programokból, mágnes lemezekből nem, chipekből nem, mechanikus építő, programokból és adatokból. Szoftver az olyan. Már azt hittem, hogy helytelen a válasz, mert én itt szúrtam volna magam a tökön. Esküszöm. Ki volt a zsidók első királya? Azt hiszem Salamon volt. Első királya, Salamon. De várjál, lehet, hogy Dávid volt, nem? Bazd meg, nem Dávid volt? Saul, baszki. A kurva életbe. Na még van... mennyi percünk? Kettő percünk. 100 000-ig biztos, hogy el tudunk jutni. Kettő percen belül. Milyen füle lett egy könyvnek? Barátfül, nyunyókafül, szamárfül, egérfül. Szamárfüles lehet egy könyv. Melyik híres város börtönnel volt a Tower? London. Várjunk. Tower. A London, hát nem. Azért mondom, mert az olyan brittes kiejtés. Milyen címen írt zenét Mozart? Egy kis térzene. Egy kis éjzene. Köszönöm szépen, Vágúr, köszönöm. Milyen diákról írt operettet Karl Milöcker? Garabonciás. Öreg, nem? Akkor vándor. Koldus. Koldusi diák. Jó, van, maradjon már csodban, kérem. Melyik ország Monaco egyetlen szomszédja? Franciaország. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Megszólalt a duda, kedves emberek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy elfogyott a már rendelt játékidőnk, de ne aggódjanak, innen fogjuk legközelebb folytatni a 200 ezeres kérdésnél. Remélem elnyerte a tetszéseteket. Ha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve fel is iratkozhatok a csatornámra. Én Dombi voltam, továbbra is élőszek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, és szép napot kívánok nektek. Sziasztok!